Jó estét! Ez a 35 Perce Kölcsei Televízió közöleti műsora február 6-án hétfőn. Turisztikai kérdésekkel foglalkozunk ma jobbára, ugyanis térségünkben nőtt a legnagyobb mértékben a látogató szám. Nézzük a kínálatot! Csúcsot döntött, népszerű volt Tokaj és térsége 2022-ben. Új befektető, a német Boyzen érkezik a Nyíregyházi Ipari Parkba. Turisztikai tervek, vonzó célállomás Nyíregyháza. A rekordot döntött a turisztikai ágazatban a Tokaj térség. 30%-kal többen látogattak ö, ide, mint 2019-ben és 2021-ben. Mi áll a csúcs mögött? Vendégem, György Tokai polgármester, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, nagy tiszteltel köszöntöm a televízió nézőit a 950 éves Tokaj valamennyi polgára nevében. Polgármester úr, önt meglepte ez a hír néhány, azt hiszem a múlt héten. Ö, látott napvilágot ez a tavalyi statisztikája a magyar turisztikai ügynökségnek, és abban úgy tűnik, hogy az országban a legnagyobb növekedést ez a térség Tokaj és Nyíregyháza térsége produkálta. Önt meglepte ez a hír? Igazából nem. Tehát az takon keresztül az mi látjuk naponta a számokat, és az abból egyértelműen visszaköszönt az, hogy emelkedett a vendégészakák száma. Természetesen ehhez mindenképpen hozzájárult az, hogy a 22-es évben a négy csillagos szálloda már a 9 hónapja nyitva volt, és ez jelentősen megnevelte a vendégészakák számát Tokajban. Hogyha már a szóba került, akkor mi kell inkább hozzá az infrastruktúra, tehát az, hogy épületek legyenek, olyan helyek, ahol mondjuk meg lehet szállni, vagy a jó programok, vagy mindkettő? Hát én azt hiszem, hogy mind a kettő elengedhetetlen ahhoz, hogy a mennyégi iszakák száma nőjen. Ugye határozottan az volt okaiban a cél, hogy a minőségi szálláshelyek tekintetében hatalmas javulás legyen, azt gondoljuk, hogy azok a turisták eddig, el, eddig elkerülték a Tokajt, illetve a térséget, akik a minőségi szállásokat keresték. Ugye ez most ez megoldódott. Tokajban bővült szerintem a térségben a legnagyobb, minőség, legnagyobb mértékben a minőségi szálláshelyek száma. Ugye 2022-ben 155 szobával bővült a minőségi szálláshelyek száma. Ez egy négy és egy ötcsilagos szállodával Bővült a, a város kínálata, és ez visszaköszönt a vendégi szakákban még az ötcsillagos szálloda tekintetében még nem is annyira, mert az november 15-ével nyílt. Reményénk szerint most 23-ban az ötcsillagos, szállodának a vendégészak a bővülése is jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy ismét arról beszélgessünk, hogy a 23-ban is hasonló tendenciák következtek bent Tokajban és a térségben, mint 22-ben. Azt hiszem, hogy a világ bármely pontjára elmegyünk, és azt mondjuk, hogy Tokaj, akkor nagyjából mindenki tudja, hogy miről van szó. Általában a bor mindenkinek eszébe jut. Elég ennyi, vagy azért kell emi mögé nagyon sok minden más is, hogy ilyen jó számokat produkáljon a térség? Azt gondolom, hogy a bor az mindenképpen kevés. Nagyon fontos eleme a, a Tokajba érkezőknek a tokai asszú, vagy a tokai bornak a hívó szava, de azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy milyen minőségű szálláshelyek vannak, illetve, hogy milyen programok is vannak. És azt gondolom, hogy a fesztiválkatlan megindulása után egyre több olyan minőségű programkínálat is volt, ami pont visszaköszönt, hogy kevesen tudtak szállást foglalni, és be kellett vállalniuk azt, hogy éjszaka 11-kor, amikor vége volt az előadásnak, akkor vissza kellett utazniuk onnan, ahonnan jöttek, vagy odahova jöttek. Ezt már reményeink szerint nem kell megtenni mert ezek a minőségi szálláshelyek a program után a kellő pihenés is fogják szolgálni, tehát úgy gondolom, hogy minden, és együtt kell kezelni a dolgokat, megfelelő programok, illetve szálláshelyek mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a vendégészakák száma ilyen nagyban nőjön, mint ahogy nőtt 2022-ben. Az évnek vannak olyan kitüntetett időszakai, én gondolok az őszre, a születi időszakra, amikor nagyon sokan jönnek, vagy most már egész éves programot tud kínálni Tokaj a látogatóknak? igazából a szezonalitás még mindig megvan a városnak. Reméljük, hogy az a turisztikai beruházás, ami most már tervasztalom van, ez gondolok, a zárt kabinos, 2100 méter hosszú felvonó megépülésére az talán majd ezt a szezonalitást majd megszünteti, és úgymond négy éjszakossá válik Tokaj, de az még lát, azt, azt a tendenciát, hogy elindul ugye általában húsvét után a szezon Tokajban, és általában a szület környékén, a október közepén már egy visszaesés tapasztalható. Ebben a hat hónapban, hét hónapban azért jelentős a turisták száma, hát szezonban egyértelműen, de szezon előtt és szezon után is azért még jelentős a turisták száma, és itt szeretném fel a figyelmet, amiben ugye azonosak vagyunk Nyíregyházával, hogy rengeteg a lengyel turista, ez ugye ezen is és most amit már észrevettünk, hogy a szállodák megnyitásával egyre több szlovák és román, Romániából is érkeznek turisták. Én azt gondolom, hogy, hogy az a, az egymás mellett építkezés, amit Nyíregyháza és Tokaj végez, szerintem ez nagyon jól sikerült, hogy ebből a számokból is kiderül, hogy ami megvan Nyíregyházán, az nincs meg Tokajban, ami megvan Tokajban, megvan Nyíregyházan, és a kettő együtt, ha nézzük, akkor lehet, hogy ezért is tudható be az, hogy ebben a térségben nőtt a legjobban a vendégészakák száma. Hát igen, mert ugye Tokaj papíron, ugye Borsodabó és Zemplén megyének a része, de sokkal messzebb a Miskolc, igen. mint Nyíregyháza. Tokajhoz képest. A helyi lakosság, akik esetleg bort termelnek, vagy egyszerűen csak Tokajban élnek, ők mennyire tudnak -e ebbe bekapcsolódni? Mert nyilván a fejlesztések motorja az önkormányzat minden ilyen területen, de gondolom, hogy ők is azért csak tudnak tudnak benne valamit fejleszteni, vagy bekapcsolódni, hogy részei lehessenek ennek a turisztikai sikernek. Mindenképpen azt kellett jelenteni, hogy nem csak ugye önkormányzat hajtott, végre turisztikai beruházásokat, hanem hogy a szállodák magánberuházók is, de nem csak a nagy szállodákra gondolok, hanem nagyon sok szálláshely is megújult Tokajban, és azt kell mondani, hogy nem csak a minőségi szálláshelyekben van előrelépés, hanem az átlagos szálláshelyek is fejlődtek, és ez miatt is szerintem ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy bővült a, a vendégészakák száma, illetve azért azt hozzá kell tenni, hogy ezekkel a aktív turisztikai beruházásokkal értem ez alatt ugye csináltunk egy bodrogparti sétányt ami mindenképp úgymond feltárta a bodrok szépségét, és arra készteti az embereket, hogy a természethez közel sétáljanak. Ez egy nagyon jól sikerült beruházás volt, illetve ami nagyon fontos, hogy a Tokai és Nyíregyháza kerékpárút továbbfejlesztéseként a Tokai körnek egy kétharmada már elkészült, és így láthatólag a kerékpárosok is nagy számban keresik fel a térséget. Úgy is, hogy nyíregyháza felé kerékpároznak, úgy is, hogy megpróbálják most már a tokai kopaszéget is körbe, körbe kerekezni. Itt még egy szakasz hiányzik, amit most építünk, és ez a úgymond a tokai kör elkészül. Akkor azt gondolom, hogy hogy a kerékpáros turizmus is még nagyobb figyelmet fog kapni a törzsökben. Hát a, a nyaralóhajó program kapcsán pedig egyértelműen azt lehet mondani, hogy a a vízi és sportok tekintetében, a vízi tekintetében is előrelépés volt. Tehát összességében minden olyan természeti adottságát a térség ki tudott használni, ami oda vonzza az embereket, a víz, a természetnek a szépségei, a szálláshelyek bővülése. Tehát nagyon sok olyan fejlesztés történt, ami együttvéve eredményezte azt, hogy 2022-ben ilyen dinamikus fejlődéssel ment keresztül a térség. Pedig nem jól indult az év, ugye a Covid-nak éppen vége volt, jött a háború, és így sikerült ezt a remek eredményt produkálni. Most meg energiaválság van, és van olyan önkormányzat, nyilván nem Tokaj, ahol be kellett bizonyos intézményeket idéglenesen zárni azért, hogy ugye hatékonyan tudjanak küzdeni. Tokajban kellett ilyen döntéseket meghozni, és milyen lesz a 2023-as év ilyen tekintetben? Hát sajnos mi is meghoztuk ezeket a döntéseket. A kulturális infrastruktúránk egy része a téli fűtési szezonban vagy teljes mértékben bezárt, vagy, vagy valamilyen szintű korlátozáson ment keresztül. Ugye két múzeumot is fenntart az önkormányzat. Itt korlátoztuk a nyitvatartást, a színházunk, mint kulturális intézmény. A téli időszakban nem voltak előadások, pedig eddig voltak, illetve hát mi is megléptük azt a Közvilágításban azokat a korlátozásokat, hogy minden második lámpatestet lekapcsoltuk. Tehát az energiaválság az önkormányzatot is jelentősen érintette. Bizakodóak vagyunk és bízunk abban, hogy ez hosszú távon nem lesz negatív hatása. Egyébként hozzáteszem, a szolgáltatók egy része is bezárt a téli időszakban. Azok a kisebb panziók, illetve éttermek, amelyeknek megnövekedtek a rezsijárai, és ugye azért kevesebb a turista ebben az időszakban, azok bezártak. És érdekes módon a decemberi számok azt bizonyítják, hogy a két nyitva maradt szálloda annyi vendégészakát produkált decemberben, mint tavaly az összes együttvéve. Tehát ha valaki nyitva volt és megfelelő szolgáltatást tudott nyújtani, az úgy tűnik, hogy arra volt kereslet, és az megtalálta a számítását a térségben. Erre az évre valami programmal, attrakcióval készülnek, amit már el lehet esetlegesen árulni? Hát azt hiszem, hogy egy régi vágy fog teljesülni azzal, hogy a fesztivál a Mamma Mia el fog jönni. Ezt azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog lesz. A Nox is újra, vagyis hát még nem volt Tokajban, de ugye a Pesti bemutató után a Fesztivál is fel fog lépni. És ugye lesz egy jubilomi 40 éves István a király, ami azt hiszem, hogy megint csak nagyon sok embert fog a Fesztivál hozni. Ezek a programok is azt célt szolgálják, hogy ez évben lesz Tokaj 950 éves, hogy méltóan ünnepeljük meg ezt a, ezt a fantasztikus évfordulót. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan 4000 fős település van, aki ilyen csodálatos büszke címmel rendelkezik, hogy megéri a 950. születésnapját. Tokaj ebben az évben erre készül, és remélem, hogy ez is majd oda fogja csalni az embereket, hogy kíváncsiak, hogy milyen 950 évesen a Tokaj. Inkább belfelé, vagy inkább külföldi turisták várnak, vagy mindkettőre várnak? Ugye háború még zajlik, ez nyilván nehezíti a külföldieknek, főleg az orosz-ukrán területre érkező turistáknak a Igen, utazását. Igen, potenciálisan Tokajban, ugye a kelet-európai régióban oszta a legtöbb turistát, ez most valószínűleg csak a lengyel turistákra fog korlátozódni, Eddig ők nagyon hűségesek voltak hozzánk, és nagyon lelkesen fölkeresték a mi régiónkat. Ami én jellemzően feltűnik, hogy elsősorban a kisgyerekesek azok, akik Dél-Lengyelországból jönnek a mi térségünkbe. Ők nem vállalják be azt a hosszú utat, hogy elmenjenek ugye messzebbre Horvátországba, vagy esetleg hogy az olasz tengerpartra. Azok a kisgyerekesek azok úgy látom, hogy potenciálisan Tokajt választják pont azért is, mert közelebb vagyunk, és, és igazából azért a szolgáltatásokban is már sokat fejlődtünk, de még egyszer hangsúlyozom, hogy rettentően megerősödött a, a, Romániából és a Szlovákiából érkezők száma. Én ezt is pozitívnak érzékelem, és én bízom benne, hogy a 2023 az ötcsilagos a teljes kapacitásával már újra esetleg a figyelem középpontjába teszi ezt a térséget, és arról fogunk tudni beszélni majd 24-ben, hogy ismét rekordot döntött a térségben a vendégi szakák számának alakulása. Így legyen, polgármester úr, köszönöm szépen, a vendégünk volt. Köszönöm szépen, is. Más téma, új beruházó választotta nyíregyházát, a német Boizen csoport épít gyárat a megye déli ipari övezetében. A Boizen 100 éves fémipari cég és a BMW beszállítója szeretne lenni. A beruházás Budapesti bejelentésén Kerecsen József is ott volt. Tavaly júniusban a dél-koreai W. Scope jelentette be, hogy Nyíregyházán építi fel első gyárát Európában. Most újabb komoly befektetésről számoltak be Budapesten a külgazdasági és külügyminisztérium épületében. A vármegyeszék székhely nemrég 500 hektára bővített ipari parkjában hamarosan a Boyzen csoport kezdi meg az építkezést. A német vállalat akkumulátor takaró takarólemezeket fog gyártani a debreceni BMW gyár számára. Nagyon nagy öröm ez a hír Nyíregyházának. A városvezetés, az önkormányzat három évvel ezelőtt azt határozta hogy ebben az önkormányzati ciklusban az első számú prioritás a munkahelyteremtő beruházások segítése és vonzása kell, hogy legyen. És természetesen ez önmagában egy nagyon szép cél, de elérkeztünk ide. Legelőször is a kormány támogatását szeretném megköszönni miniszterúron keresztül, hiszen a miniszter úr és a HIPA segítsége nélkül nem tudtuk volna ezt a nagy programot eddig vinni. A 127 hektáros ipari parkunkat 500 hektárra bővítettünk, de ebből már 100 hektárt el is adtunk befektetőknek. 16,5 hektárt vásárolt meg a Boysen, ami azt gondolom nagy elismerés és megtiszteltetés Nyíregyházának, hogy mint ahogy a kisfilmben elhangzott a legnagyobb gyárát, és az első olyan gyárát, amely kifejezetten elektromos autók gyártásához készít majd alkatrészeket, a mi városunkban Nyíregyházán valósítják meg. Nagyon jó hír ez a munkai szempontjából. Fontos célunk, hogy Nyíregyházán mindenki találjon munkát, és különösen a fiatalokra, a jövőre gondolunk. Nagyon sok fiatal szeretne tanulmányait befejezve Nyíregyházán letelepedni. Tudjuk jól, hogy ehhez színvonalas munkahelyek szükségesek. Ebben egy nagy lépés a Bojszent beruházása. A Bojzen cég csoport csak nem 60 milliárd forintot fordít a beruházásra, amelyet a magyar állam 5,6 milliárd forinttal támogat. Az új befektetőnek köszönhetően 400 új munkahely jön létre Nyíregyházán. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a budapesti sajtótájékoztatón kiemelte, az Európai Unió világos klímavédelmi célja, hogy az elektromos autók gyártási kapacitásait növelni kell. Magyarország pedig a gazdasági növekedés érdekében is nyitott az ehhez kapcsolódó beruházásokra. Ugye az elmúlt időszakban a világgazdaság kétszer is a feje tetejére állt. Ebből fakadóan aztán ma a világgazdaságban minden bizonytalan minden változik. Egy olyan folyamat van, amely rendíthetetlenül zajlik, és megy előre mindenfajta nehézség és változás tacára, ez pedig az elektromos autók térnyerése a világ autóiparában. Ez nem véletlenül van így, ez nem kizárólag egy üzleti gazdasági törvényszerűség, hanem ez egy politikai döntés eredménye is. Egy olyan politikai döntés eredménye, amelynek meghozatalából az Európai Unió hatalmas szerepet vett ki magának. Az Európai Unió az egyik élharcosa annak a folyamatnak, hogy 2050-re klíma semlegességet érjünk el. Az ehhez szükséges döntések egyre másra születnek meg Brüsszelben. Például olyan döntések, amelyek a hagyományos autóipar háttérbe szorításával az autóipart teljes egészében átadják az elektromos meghajtásnak. Tehát az elektromos autóipar térnyerése az egy világos, határozott Európai Uniós politikai döntés sorozat eredménye. Ugye a környezet védelemről, amikor beszélünk, káros anyagkibocsátásról kibocsátásról beszélünk, akkor mindannyian tudjuk, hogy a közlekedés jelenti a károsanyag kibocsátás, vagyis a környezet szennyezés egyik legfő forrását. Ezért a közlekedés átalakítása nélkül a klímavédelmi, klímasemlegességi célok nem érhetők el. Az is világos, hogy az elektromos autózás elterjedése nélkül sem csökkenthető hosszú távon és nagymértékben a közlekedési ágazat környezetszennyezése. Ezért is furcsa, amikor önmagukat zöldnek nevező politikusok az elektromos autóiparral szemben érvelnek, és azt próbálják meg felhasználni valami fajta zavar keltésre és balhézásra. Aki beruházásokat tud magához vonzani, annak lehet esélye arról, hogy elkerülje a recessziót és a tömegessé váló munkanélküliséget. Magyarország is bennevezett ebbe a versenybe, annak érdekében, hogy fenntartsuk a gazdasági növekedést, hogy elkerüljük a recessziót, és megtartsuk a munkahelyeket. És ebben a versenyben Magyarország bizony a világ legjobbjai közé tartozik, hiszen a három német prémium autógyártóvállalat túl azon, hogy Magyarországon mind-mind gyárat épített vagy épít, mindannyian az elektromobilitási stratégiájuk egy jelentős szeletét helyezték Magyarországra. Emellett pedig a legnagyobb keleti vállalatok is ide települtek, részben a nagy német vállalatok inspirációjára természetesen, hogy beszállítóként minél közelebb lehessenek a német gyárokhoz. Így jött létre az a helyzet, hogy az elektromos akkumulátor gyártás tekintetében már ma is Magyarországon a világ harmadik legnagyobb gyártási kapacitásával rendelkezünk. Tehát ha valaki valami fajta titokzatos, új, veszélyes fogalomként kíván hivatkozni az elektromos akkumulátor gyártásra. Annak a szíves figyelmét felhívom arra, hogy Magyarországon hatalmas elektromos akkumulátor gyárak működnek már most is, és a hatásuk az közel sincs olyan, mint amit egyes önmagukat fantasztikus szakértőknek minősítő, alapvetően ellenzéki politikusok próbálnak itt összehazudni. A Friedrich Boysen GmbH az első magyarországi beruházásáról döntött, amely 60 milliárd forintos értéket képvisel, 400 új munkahelyet hoz létre, és a kormány 5,6 milliárd forintos támogatást biztosít ehhez a 60 milliárd forintos beruházáshoz. Ebben a gyárban a BMW gyár számára fognak akkumulátor-takaró lemezeket gyártani. Szeretném elmondani mindenkinek, hogy világosan megértse. Tehát a BMW gyár számára fognak akkumulátor-takaró lemezeket gyártani. Reméljük, hogy ebből majd minden szó érthető lesz, nem csak a középsőt fogják kivenni egyesek. És ez a cégnek az első olyan beruházása egyébként világszinten ahol kizárólag elektromos autókhoz kapcsolódó alkatrészeket fognak gyártani, sőt a vállalatnak ez az első nemzetközi megrendelése ezen a területen. Most itt a legmodernebb technológiájú gyár épül, magas automatizáltsággal, megújuló energiára alapozva, tehát hallhattuk széndiokszid kibocsátás tekintetében a legkibocsátásmentesebb gyára lesz ez a vállalat csoportnak, amely egyébként már száz éves hagyományjal rendelkezik, és Németországban egyelőre még senkinek nem volt vele semmi baja. A német vállalatok ja, nagy szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedésében. Ha a beruházás ösztönzési rendszer adatait nézzük vissza, akkor az elmúlt 8 esztendőben 183 nagy német vállalati beruházási döntés született Magyarország mellett amely kellő alapot adott ahhoz, hogy a magyar gazdaság akkor is növekedési pályán tudjon maradni, amikor egyébként a globális gazdaság fekete időszakát éli meg. És örömmel jelentjük azt is, hogy a tavalyi esztendő majdnem végleges számai alapján a magyar-német kereskedelmi forgalom újabb rekordot döntött, egy 13 os növekedést követően már október végére elérte az 56 milliárd eurót, így a magyar-német kereskedelmi forgalom, Németországba irányuló magyar export is hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi esztendőben exportrekordot ünnepelhettünk. A Bojzen cég csoport a tervek szerint 2025-ben kezdi meg működését Nyíregyházán a déli ipari parkban. Folytassuk a turisztikai területtel, nemrég Tokaj polgármestere volt a vendégünk, most pedig Furkóni Szabó Mariannával, a Nyíregyházi Turisztikai Információs Központ ügyvezetőjével beszélgetünk a kiemelkedő eredményekről. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok én is. Köszönöm ha valaki az, az, volna az alaphírünk az az, hogy a tavalyi évben rekordmagas 30%-kal nőtt a vendégi éjszakák száma a Tokaj Nyíregyháza turisztikai térségben, ami kiemelkedő országos arányokban is. Tokajról már beszéltünk, most beszéljünk Nyíregyházáról. Vajon mi lehet a számok mögött? Miért volt ennyire érdekes Nyíregyháza és a megye maga, vagy a vármegye ilyen tekintetben tavaly? Hát én azt gondolom, hogy ez nem csak a tavalyi évnek, hanem az elmúlt tíz év munkájának az eredménye a folyamatos és tudatos turisztikai fejlesztések, azok a szálláshely bővítések és a minőségi szálláshelyeknek a javuló tendenciája, az attrakcióknak, a vonzerőknek a folyamatos fejlesztése, növekedése, illetve egy összehangolt marketing munka, mindez, mind ennek az eredménye ez a nagyon szép tavalyi adat kicsit beszélünk az infrastruktúráról, ugye, ami az embernek az eszébe jut a tavalyi évről, az a szökőkút. Sóstón, az egy látványosság. Mik azok, amelyek megépültek, vagy amelyeket most már lehet használni? Nyeregyházán folyamatos az attrakciófejlesztés. Ez azt jelenti, hogy minden évben történik valami a turizmus területén, minden évben megnyílik, átadásra kerül, és ilyen volt igen a, a talán a legnagyobb attrakciófejlesztés a, a szökőkút, ami Magyarország egyik legnagyobb és Reméljük, hogy a legnépszerűbb szökőkutya lesz. Valóban Sustú egy olyan időszakban, az esti időszakban kínál egy újabb program lehetőséget az ide látogatók számára, amikor a többi attrakció, az állatpark, a fürdő, a múzeum már bezár. De számos olyan Esemény történt, tehát itt folyamatosak a fejlesztések a, a kulturális negyedben. Nagyon kiemelkedőt alkotott a, a Kálai Ház, a Kálai Győgytemény, hiszen a tavalyi évben a, 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 elnyert egy, egy külön díjat is a, a, az országos. Múzeumi Szövetségnek a, a külön díját, és ugyanígy elmondható ez a többi attrakcióira is, hiszen az állatpark ünnepelte a 25 születésnapját, és ebben az évben harmadjára kapta meg az Európa legjobb állatkertje címet, vagy rekordszámú látogatót fogadott a, a múzeumfalu is, a folyamatos gazdag programkínálatának, a hagyományőrző rendezvényeinek az elismeréseként, és a, a fürdő is nagyon népszerű volt a tavalyi évben, most már nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégek körében is. Úgy tűnik akkor, hogy nem csak épületekre van szükség, hanem programokra is. Van, mi a, mik a tapasztalatok? Ugye a Sóstói Múzeum falu az ugye megmutatja azt, ami régen volt, és nagyon izgalmasan mutatja mindezt meg. A fürdőben nagyon jól lehet fürödni, az állatparkban az állatokat nézni. Vannak speciális turisták, akik a hagyományőrzés miatt jönnek, mások pedig a fürdés miatt, vagy mindenkit érdekel minden, tehát úgy kell őket célozni, hogy, hogy mindent láthassanak. Uh, nyilván itt a uh, legfőbb vonzerő az állatpark, és uh, éppen ezért a legnagyobb célcsoport, uh, a legnagyobb számban a családok érkeznek hozzánk, uh, elsősorban a nyári, illetve a kiemelt időszakokban az ünnepek alatt. De az állatpark mellett uh, természetesen vannak olyan uh, speciális igények, és nem mindenki szeretne állatparkba menni, tehát vannak azért olyan turisták, amelyek, kifejezetten kulturális turisztikai célnal érkeznek egyre többen a városban, vagy pedig a szabadidő aktív eltöltésére vállalkoznak, és ez iránt érdeklődnek. Tehát a meglévő attrakcióink mellett mindig nagyon fontosak a kiegészítő programok, és ebben a mi irodánk, a turisztikai iroda is egy nagyon fontos szerepet vállalt, különösen a, a, az elmúlt időszakban például rendszeresek voltak a garantált városvezetéseink. Egy különleges programként kínáltuk a tavalyi évben a templomtúrával egybekötött viáros, viárszemüveges városnézést, vagy szerveztünk közösen a Középkori Templomok útja Egyesülettel örökségvédelmi kerékpártúrákat garantált programként. E, aztán templomkoncerteket is szerveztünk. Tehát e, számos olyan e, dologgal, apró programkínálattal e, e, egészítettük ki a nagy attrakciók és a, a látnivalók kínálatát, ami egy újabb élményt adott a, az ideérkező turistáknak. És gondolom, hogy mindez együtt e, eredményezte ezt a nagyon szép növekedést azt, hogy a nemzeti e, turisztikai adatbázis adatai alapján most már Nyíregyháza meghaladta a 400 ezer vendégészakát, közel 440 ezer vendégészakát e, ért el, és e, valójában ez e, tényleg a 2021-es adatokhoz képest, amikor egy ilyen 338 ezer vendégészaka volt Nyíregyházán, ez egy 30%-os nagyon kiugró és nagyon magas növekedés. Azt még el kell mondanom, hogy itt a Tokaj Nyíregyháza régióban azért a vendégészakák számának egy igen nagy hányadát, több mint 40%-át a Nyíregyháza adja, tehát egy meghatározó Destináció egy meghatározó turisztikai célpont itt a régióban, no, a Innen hely. lehet megnézni az egész vármegyét, és adott esetben, hogyha... Bárhonnan meg lehet nézni a, a de vármegyét, egy de nyilván nyilván nyíregyháza egy, egy bővebb kínálatot és számos lehetőséget nyújt. Tehát egy nagyon ideális kiinduló pontja ezeknek a túráknak. Ezt a remek eredményt elérni az egy nagy dolog, de még nagyobb dolog gondolom megtartani. Erre az évre mit terveznek? Melyek lesznek azok a fejlesztések, attrakcióprogramok, amelyektől azt várják, hogy ugyanennyien vagy még többen jöjjenek a térségbe? Nyilván lesznek most is attrakciófejlesztések, lesz egy nagyon nagy durranás remélhetőleg, ami közép-kelet-európában Közép is egy teljesen egyedülálló attrakció lesz. Ettől a nyitástól nyilván még több vendéget várunk, illetve nagyon fontosak azok a kiegészítő programok, amelyek, a, amelyek gasztrokínálattal egybekötöttek, tehát most konkrétan a következő nagy esemény, ugye a disznótoros fesztivál és Böllér verseny lesz március 4-én a múzeumfaluban, de folyamatosak lesznek a hagyományőrző és programok, ugye ez megy tovább, majd jön a húsvét, aztán a majális, a pünkösd, itt is a, a múzeumfalu is tervez olyan programot, gasztronómiával egybe kötve, ami még soha nem volt, illetve lesznek a hagyományos programok is. Nyáron most Nemzetközi Néptáncfesztivált, szervezés, rendez a város, aztán jön ugye már a Vidor Fesztivál, aztán a régi ízek Magyarországa, sőt, most nagyon készülünk a Legóval egy Legónapra itt majd az ősz folyamán. Tehát lesznek olyan programok az idén, amelyek, amelyek teljes újdonságként fognak hatni majd az ide látogatókra. Ugye ja, most a turisztikai versenyben, mint általában a Balaton és Budapest vezeti a rangsort a vendégi éjszakák számában. Nyilván egy tavat nehéz ide, mert gyekorát, mint a Balaton ide tenni ebbe a megyébe vagy vármegyébe, hogyha a pénz nem számítana. Szakemberként, hogy látja, mi az, ami esetleg még elférne ebben a térségben ahhoz, hogy még több látogató jöjjön, vagy ez így jó, ahogy most van, csak állandóan meg kell újulni a programokkal? Nyilván vannak álmok, vágyak, amelyek itt ebben a városban nem csak álmok és vágyak maradnak, hanem nagyon-nagyon sok minden megvalósult itt az elmúlt tíz évben, és nyilván vannak még célok, és, és, és gondolkodunk nagy, nagy beruházásokban is. Hát ezt majd a, a gazdasági és az egyéb környezet adta lehetőségek. Megmutatják, hogy ez mennyire megvalósítható, minden esetre a tervek megvannak. Ez legyen jó meglepetés. Yeah, Oké, okay. nem leszek erőszakos. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor majd, amikor már nyilvános lesz, akkor örömmel számolunk be erről És Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb holnap várjuk Önöket összefoglalóval, majd szerdán új műsorral, amikor vendégünk lesz a Vármegyei Önkormányzat elnöke és Oszkár is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!